A mediterrán város, amit tükék hordoznak a tenyerükön. A templom, ahol kerengő dervisek extázisban járnak táncot. A különleges máz, ami egy közel 20 millió forintos vázát borít. A templom, ahol királyi testvérharcok értek véget. Egy muszlim zarándokhely, ahol csodatévőnek hitt orvos sírjához török látogatók tucatjai érkeznek ajándékokkal. Egy gyönyörű erdő, amit egykor a fák helyett páfrányok nőttek be, Lankáikon pedig rókák helyett dinoszauruszok futkostak. És még sok más érdekesség Pécsről és környékéről, amit még nem hallott, úgy, ahogy nem látta még madártávlatból. A Pécs és Mecsek környékére tett utazásunkon madártávlatból először a legmediterránabb magyar várost, Pécset mutatjuk meg. Aztán átrepülünk az egykor dinoszauruszok lakta Mecsekbe, megsasoljuk Pécsváradot, ellátogatunk a festői Orfűre és Abaligetre, majd érintjük az urán bányáiról elhíresült kővágó szőlőst. Ezután délre repülünk a Szársomjóhegy és Nagyharsány érintésével Villányba. Utazásunkat pedig Máriagyüt felé és Siklóson zárjuk. A Széchenyi tér dzsámiában mihrábnak nevezik a Mekka felé tájolt imafülkét, míg légvonalban 200 méterrel távolabb János Pál pápa keze nyomát őrzi a székesegyház szőlőfürtökkel átszőtt kapuja. Befordulunk a Szent István térre, és a 4. század ókeresztény sírhelyei néznek velünk farkas szemet a múltból. Míg nem messze innen, a mohamedán vallásúak zarándok helyén dürbében nyugszik Idris baba. Nincs az országban olyan tájegység, ahol ne díszelegne a zsolnaiaktól kikerült eozin máz, és ne lenne legalább egy olyan templom, ahova a pécsi angsteriktől vittek orgonát. Ez a tükéknek köszönhető, akik mindig voltak és lesznek is Pécsett. Mindenki tüke, aki pécsi kötődésű és szívvel, lélekkel, önszántából dolgozik a városért. A tüke szó a szőlőtőkéből gyökerezik. Eredetileg legalább 3 nemzedékre visszamenőleg Pécsett lakó, a Mecsek oldalában szőlővel és házzal rendelkező tőzsgyökeres helybélieket hívták így. Miközben a belváros fölött repülünk, elmondjuk, hogy Pécsett adnak tükedíjat. Folyik a víz a tükekútból, utazhatunk tükebusszal, vásárolhatunk tükekártyával, kortyolgathatunk a tükeborházban. Született a városról áldokumentumfilm Tükefenomén címmel. És Tüke Zoo néven még egy underground popegyüttes is van Pécsett. Szóval a tükék mindig is lázasan dolgoztak a Mecseknél épült városért. Azért a Pécsért, ahol minden lépéssel a történelem rétegzett korszakai felett jár az ember. Hiszen ki tudja, hány olyan feltáratlan terület bújik meg a mediterrán hangulatú szűk utcák alatt, mint a város UNESCO-s világöröksége, a Cella Septicora. A látogató központ ajtaja egy 1700 évvel ezelőtti időutazásra nyílik. A mai járószinthez képest akár 4-6 méter mélyen fekvő ókeresztény temető sírkamrái fölé emelt mauzóleumok egyszerre szolgáltak temetkezési helyként és vallási szertartások céljára. Szopiáne története azonban még ennél is korábban kezdődik, a második század elején. A rómaiak alapította városban még 200 évet kellett várni a kereszténységre, így az első temetők is ekkor keletkeztek, méghozzá ott, ahol ma a székesegyház áll. Püspökség itt Pécsett már Szent István király idejében is létezett. A középkori krónikák szerint a pécsi bazilika a 11. században uralkodó velencei születésű magyar király Orzeoló Péter idejében épült, aki később örök nyugalmat is a templom kriptájában talált. Salamon király és fivérei számára néhány évtizeddel később pedig békét hozott a székesegyház. Géza és László hosszú évek óta viszályban állt bátyjukkal, a királyságot öröklő Salamonnal.
A testvérharcnak 1064 húsvétje vetett véget. Géza a pécsi bazilikában saját kezével rakta Salamon fejére a koronát. Az már örökrejtély marad, hogy az ünnepélyes szertartás után mi okozhatta a tüzet, ami miatt a templom nagy része porrá égett. Néhány évvel ezelőtt, egy 1882-ben az egyik toronyba rejtett időkapszulára bukkantak, amiben magyar és osztrák arany és ezüst pénzérmék bújtak meg, egy az akkori renoválásokat leíró pergamen kíséretében. A székesegyház orgonáját a Magyarország templomaiban és zsinagógáiban sok karzaton megtalálható, orgonákat gyártó világhírű pécsi Angster család készítette. Az Angster, orgona és harmóniumgyár 5 férfi tagja 80 évtized alatt 1300 orgonát és 3700 harmóniumot készített. Örülök, hogy itt lehetek Pécsett, ebben a történelmi emlékekben gazdag városban. Örülök, hogy mint Róma püspöke köztetek lehetek. Így köszöntötte II. János Pál pápa az érkezésére összegyűlt pécsi tömeget. Látogatásával pedig a templomot Basilica Minor rangra emelte. A székesegyház nem csak Pécs, de egész Magyarország történetével is összeforrt. Nem csoda, hogy ez az első olyan magyar templom, ami az állag megóvás érdekében légkondicionáló berendezést is kapott. Nem egy azok közül látogatta Pécset, hol a tudománynak Lajos gyújt a mécset. Énekli meg Arany János a Toldi estéjében azt a történelmi tényt, hogy az ország első egyetemét a 14. században Nagy Lajos király alapította, és persze hol másutt, mint itt Pécsen. Drónunkkal a természettudományi kar fölött repülünk, melyet a 20. század utolsó évtizedében újítottak fel. Érdemes megemlíteni, hogy nem csak uralkodói, de egyházi kitételekkel jöhetett létre 5. Orbán pápa engedélyével az intézmény jogi, filozófiai és orvosi kara. Mivel teológiai karra az egyházvezető nem adott engedélyt, az iskola abban az időben hivatalosan még nem kapta meg az universitás címet. A mecsek lábánál diplomát szerzett diákok nagy része iridlésre méltó karriert futott be. A történelem viharos időszakainak kihagyásai után ma is Pécsett működik az ország legnagyobb létszámú egyeteme. Diákjai közül később volt, aki köztársasági elnök, miniszterelnök, miniszter, vezető politikus, világbajnok sportoló, világhírű kutató, vagy éppen televíziós személyiség lett. Kétség kívül rengeteg olyan pécsi hallgató van, aki az egyetemnek szerelmet is köszönhet. Nem csak ők, de a helybéliek és az erre járó turisták is előszeretettel kötik össze ilyen pécsi lakattal az életüket. Legalábbis ma már főként ez a célja a lakatolásnak és a jó messzire eldobott kulcsoknak. Mások úgy gondolják, a hagyomány onnan ered, hogy a csalfa feleségek így adtak jelzést szeretőiknek uruk távol létéről, ez jelezte a pásztor óra kezdetét. Egy másik legenda azt meséli, hogy sikeres vizsgák után a közeli iskola tanulói szekrényeik lakatjait kattintották rá a kerítésekre. De a kezdeményezést egy Pécsre költözött hölgy is magáinak tulajdonítja, aki egy rácson elhelyezett lakattal fejezte ki Pécshez való ragaszkodását. Történt akárhogy is, a szokás annyira megtetszett a városba látogató spanyol trónörökös párnak, hogy ők is itt hagytak egy örökre összezárt lakatot. Korántsem lakat formájában vésték be magukat a törökök a város történelem könyvébe. Miután az oszmánok elleni védekezésben Habsburg Ferdinánd Székesfehérvárra és Esztergomra koncentrált, a törökök Pécs nyitott kapuin sétálhattak be, és szép lassan kis Törökországot építettek Szopjáne, Nagy Szulejmán által felégetett romjain. A dzsámikon, minareteken, fürdőkön és türbéken kívül a föld mélye is a törökökről mesél. A város felújításakor lépten nyomon beszakadt a talaj, a megszállók által épített, több kilométer hosszú pincerendszer fölött. A török időkben közel 200 dzsámi épült a városban.
A máig is álló két kiváló állapotban lévő és egy romjaiban megmaradt nagymecset pedig nem csak az építészetbe, hanem a kultúrába és a vallásba is új színeket hozott. A Pécs belvárosi plébánia, vagyis Gázi Kászim Pasa dzsámija központi találkozóhely Pécs főterén. Valószínűleg a 13. században épült Bertalan templom lehetett az alapja a minaretnek, ami a pénteki imakor és Ramadan alkalmával most is a környékbeli muszlimok találkozóhelye. A legenda úgy szól, hogy Gázi Kászim Pasa egy magyar keresztény rabszolgáért cserébe olyan magas summát kapott váltságul, hogy ez az összeg fedezte a dzsámi felépítését. A nagymecset a térhez képest elfordítva épült, így néz ugyanis Mekka felé. Mivel minden valamire való pasának volt legalább egy fürdője is, Gázi Kászim sem volt kivétel. Fürdőjének mosómedencéi ma is megtalálhatók a templomban, de ma már szentelt víztárolásra használják őket. Bár csak halványan, de az épület belső falain még olvashatók a Korán idézetei, és látható a szintén keleti tájolású imafülke, a mihráb. Amikor a törökök hosszú megszállás után elhagyták az országot, a dzsámiban hálaadó misét tartottak, azóta a templom ismét katolikus. A muszlim vallású templomok között is az egyik legérdekesebb Jakob Ali Hasszán dzsámija. A török hódoltság ideje alatt a mecset szomszédságában még medresze, vagyis muszlim vallási főiskola állt, és itt működött az egyetlen magyarországi dervis kolostor is. A kerengő dervisek, vagy más néven mevlevik, különleges szertartásukkal minden vallás képviselőit ámulatba ejtik. Az Oszmán Birodalom legműveltebb és legnagyobb tiszteletnek örvendő szerzetesei azt vallják, hogy az egyetemes szeretet állapota a zenén és a táncon keresztül érhető el. A hétköznap gyötrelmeitől és fájdalmaitól pedig egy sajátos extázis által szabadulhatunk meg. A mevlevi központja a törökországi Konya, ahonnan a mai napig is érkeznek dervisek, hogy Jakob Ali Hasszán Pasa dzsámiában járják különleges táncukat. Míg a keresztények harangot, a zsidók trombitát, addig a muszlimok emberi hangot használtak arra, hogy imára hívják a híveket. A dzsámi jobb oldalán magasodik egy minaret, aminek erkélyéről naponta ötször szólította meg az embereket a müezzin éneke. A törökök vallási életéhez és egészség kultúrájához is szorosan hozzátartoznak a fürdők. Egyrészt imádságok előtt kötelező a rituális mosakodás, másrészt bizonyos cselekedetek előtt és után elengedhetetlen a test teljes megtisztítása. Memi Pasa fürdője az egyetlen megmaradt pécsi példa. A fürdő helyiségeiben és vizeiben Memi Pasa azért nem fázott, mert kemencével működtetett padló alatti fűtőrendszerrel melegítették az épületet és a medencéket. Csorgókutak, pihenő és ülőpadok, különböző hőfokú kádak várták itt a pasát és a vendégeket. Ahogy a mindennapi életnek, úgy a temetkezésnek is megadták a módját a hazánkban élő törökök. A rókusdombon álló Idris Baba türbéje kiváló példa erre. Idris Baba szent életű remete volt, ahogy a leírásokban megmaradt, egy igaz hitű orvos volt, akit annyira tiszteltek a pécsi törökök, hogy sírépítményt, vagyis türbét emeltek neki. A türbék, legyenek a világ bármely pontján, köztiszteletben álló zarándokhelyek a muszlimok számára, ezért a kápolna teljes berendezéséről a török köztársaság gondoskodott. Ma már ezek a különleges épületek, hagyományok jelentik Pécs számára a török kort. A 150 éven át tartó török elnyomás után nagy szegénység köszöntött a környékre, járványokkal, betegségekkel. A különböző nyavaják legyőzésében első hallásra, bármilyen furcsán is hangzik, fontos szerepet játszott a sör. Persze jóval később, de épp itt, Idris Baba türbéjének szomszédságában épült meg a magas kéményéről messziről is jól látható pécsi sörfőzde.
A mecsek kristálytiszta vizeiből már a 13. században is főztek folyékony kenyeret. A sör igazi fellendülése akkor következett be, amikor megérkeztek az osztrák és bajor betelepülők, akik megmutatták a fertőzésektől tartó magyaroknak, hogyan főzhetnek sört, ha már forralás nélkül nem merték meginni a vizet. Mivel a sör mégsem védte meg az embereket a pestis járványtól, megtörtént egyszer, hogy bűnbaknak, illetve egész pontosan boszorkánynak kiáltották ki a serfőző segédet, akit el is üldöztek. Később a szabadságharc évében jött létre a sörgyár, ahol hamarosan évi 8 millió üvegnyi sört főztek. Ez a szám 2010-ben 150 millió üvegre nőtt. De nem csak a sörfőzés, hanem a bor és a pezsgő gyártás is nagy hagyományokkal rendelkezik Pécsett. Ezen a tájon érvényesülnek a legjobban a földközi-tenger éghajlati hatásai. A mediterrán éghajlathoz képest viszont itt nedvesebb, rövidebb és kevésbé meleg a nyár. Arra persze, hogy az itt készülő bort buborékok pezsdítsék, elég sokat kellett várni. Az 1800-as évek derekán a pécsi Littke család egyik tagja, Lőrinc eljutott Pozsonyba, ahol egy pezsgő gyárban megtanulta a pezsgő gyártás alapjait. Hazaérkezése után a pécsi székesegyháztól nem messze egy csaknem 2 kilométer hosszúságú, 5 szintes, kanyargó pincerendszert felhasználva alapította a Littke pezsgőgyárat. A pincerendszer a járda szintjétől 12 méter mélységig húzódik. A járatok hőmérséklete függ az ágak helyzetétől, nagyságától és természetesen az időjárástól, de átlagosan 12 és 14 Celsius fok között van. A páratartalom nyáron 80% körüli, télen kevesebb. Lőrinc a kezdetektől arra törekedett, hogy a Littke pezsgő különleges zamatával és ízesítéseivel hódítsa meg a piacot. Ezért kísérletei során hársfavirág, zeller, bodza és cseresznyefavirág ízesítésekkel is próbálkozott. Az 1900-as évek elejére a Littke pezsgő már 15 országban nyitott raktárat. 2014. novemberében a palackozót leszerelték, s a Baranyai megye székhelyen érlelt utolsó pezsgőket is elszállították a Zala megyei nagyradára. ’10 Pécs Európa kulturális fővárosa volt. Erre az alkalomra épült a Zsolnai Kulturális Negyed, ahol kiállításokon, gyártörténeten és a látvány manufaktúra munkáján keresztül nyílik ki a pécsi porcelán gyártás képes könyve. Az 1800-as évek közepén indult a történet egy egyszerű kemény cserépgyárral, ami a tömegtermelés miatt elszegényedett fazekasokat foglalkoztatott. Ekkor még csak kőedények, épületkerámiák és vízvezeték csövek készültek abban a gyárban, amit harmadik vezetője Zsolnai Vilmos tett világhírűvé. A termékfejlesztésben és a kísérletezésben az egész Zsolnai család részt vett, ezért lakóházaikat az üzemterületén építették fel. Ekkor született meg a magyarul hajnalpír jelentésű eozin titkos receptje is. A fluoreszkáló máz összetételének titkát sokáig az olaszországi Gubbio kerámia készítői őrizték, de Zsolnai Vilmos kikísérletezte az összetevőket és világhírűvé tette a színes mázat. Ekkor valószínűleg még Vilmos sem gondolta, hogy minden idők legdrágább zsolnai vázájáért 19 millió forintot fizetnek majd. A Zsolnai negyeden belül a Boltok utcájában kapott helyet a pécsi kesztyűgyár bemutató terme is. Ma már ugyan több vállalkozás működik az egykori gyár területén, minden itt készült termékről elmondhatjuk, hogy ez mind pécsi kesztyű. A másfél évszázada híres pécsi kesztyű újra gondolva ma ismét olyan divat lett, hogy nem hiányozhat Madonna, Lady Gaga, Angelina Jolie vagy Christina Aguilera szekrényéből sem. Madártávlatból így néz ki a Csontvári Múzeum. Itt kapott saját kiállítóteret a 70-es évek közepén Magyarország legkülönzebb festője, Csontvári Kosztka Tivadar.
Különleges természete miatt, ami leginkább látnoki, prófétai allűrjeiben mutatkozott meg, sokan pszichopatológiás személyiségnek tartották. Szabad idejében pirotechnikai kísérleteket folytatott, petárdák és rakéták robbantgatásával töltötte az időt. Emellett Magyarország gazdasági helyzete is foglalkoztatta, úgy gondolta, az ország anyagi helyzetén sejem hernyótenyésztéssel lehetne javítani. Festőkarrierje egy patika előtti lépcsőn ülve kezdődött, amikor unalmában az egyik vény hátuljára rárajzolt egy előtte áldogáló ökrös szekeret. Mire a patikus így kiáltott, magát az Isten is festőnek teremtette. Különleges személyisége a festővászonra is sajátos világot varázsolt, sosem látott színeivel és alakjaival. Bizonyára Csontvárit is megihlette volna Pécs legfestőibb tája, a Tettye. 1000 éve folyik már itt kőbányászat, ez alakította ki a völgy jelenlegi felszínét. A Tettye sokáig az itt működött malmokról, Malomséd néven volt híres. Már az ókorban építettek malmokat a völgy talpon. A középkortól pedig sorra jöttek a gabonaörlő, lőpor és papírmalmok, a tímárok és tabakosok malmai. Az aranymívesek és a pécsi ötvösök királyi megrendelésre is dolgoztak ezen a vidéken. A 16. században Szatmári György püspök építtetett itt nyaralót, ami a török időben a dervisek kezébe került. Innen is kapta nevét Pécs legkedveltebb kiránduló helye, a Tekke ugyanis dervis kolostort jelent. Ma olyan fontos eseménynek adnak helyszínt a romok, mint például a pécsi országos színházi találkozó, a Poszt. Itt található a Pintér kert arborétum is. A Tettye kitűnő adottságú éghajlata miatt a botanika rajongó banktisztviselőnek, Pintér Lajosnak olyan fajokat is sikerült telepítenie, amik az egész országban különlegesnek számítanak. A botanikus kertben több mint 30 védett fajt tartanak számon, köztük van például a mecsek egyik legszebb látszárúja, a bánáti bazsarózsa, de ugyanígy védett növény a szúrós és a lónyelvű csodabogyó is. Virágzás idején lenyűgöző látványt nyújtanak az orchideák, de érdemes megnézni a hatalmas Arizona ciprust és a gránát almafákat is. A Tettyén közlekedik Magyarország legrövidebb útvonalú kisvasútja, mindössze 570 méter hosszú simpáron. A mecseki kisvasút a 60-as években épült, az ifjúság nevelése és kulturált szórakoztatása céljából. A két végállomáson kívül megállóhellyel sem rendelkező vonal az állatkertet és a vidámparkot köti össze. Pécset szárnyak nélkül madártávlatból, Magyarország legmagasabb épületéről, a Misina csúcson épült pécsi tévétoronyból lehet megnézni. A majdnem 200 méter magas torony 18,5 ezer tonna acélból készült. A kilátó szinten 610 méteres tengerszint feletti magasságból szemlélhetjük a tájat. A presszó szinten pedig egy különleges kiállítás mesél Magyarország legrégebbi és legismertebb dinoszauruszáról, a Komlosaurusról. A mecsek gyönyörű vidékén ugyanis 200 millió évvel ezelőtt a tengerpart mocsaras erdőiben és lábjain dinoszauruszok éltek. Akkoriban a különböző páfrányfélék összefüggő erdőségeket alkottak. A buja növényzet egyrészt bőséges táplálékot, másrészt több oxigént biztosított a rekesz izommal nem rendelkező dinoszauruszoknak. A mecseki szénbányákban talált megkövesedett dínótojások is arról tanúskodnak, hogy itt bizony dinoszauruszok éltek. A Pécs-Vasasi külfejtésen 1966-ban találták meg az első leleteket. Később Komlosaurus carbonisnak nevezték el a környéken élt körülbelül 2 méteres, 3 ujjból álló hátsó lábain járó dínókat.
A Mecsek-hegység talapzatát kemény gránit alkotja, de az őstenger üledékének köszönhetően jelentős mennyiségű kőszénkészlet alakult ki rajta. 2 millió évvel ezelőtt ezen a tájon egyetlen lombkoronát sem lehetett látni. Ekkor köszöntött be a jégkorszak. Az ős növényzetben mégis meg tudott telepedni a kardfogú tigris és a mamut. A mára őshonossá vált tölgyek, bükkök és gyertyánok körülbelül 10 millió évvel ezelőtt mutatták meg magukat először. A Mecsek legmagasabb pontja a 682 méteres zengő, a legenda szerint egy tragédiáról kapta a nevét. A hegy lábánál élt egyszer egy nagyon szegény család. Az asszonyt egy napon megsajnálta a hegy szelleme, ezért elárulta neki a titkot. A szikla minden virág vasárnap megnyílik, hasadéka pedig temérdek kincset rejt. Az asszony karonülő kisfiával felmászott a csúcsra, teleszette kötényét a rengeteg kincsel, ám amikor visszafordult, a szikla összecsukódott, a kisfiút pedig elnyelte a hasadék. Az asszony soha többé nem ment haza, csak az erdőket járva jajra székelt. Az erdőfái megsajnálták, és bánatukban azóta is szomorúan zengnek. A Kelet-Mecsek déli lejtőjén a zengő lábánál fekszik Pécsvárad. A Vashegy néven emlegetett kiugró nyúlványon Géza fejedelem udvarházának helyén alapította meg 1015-ben Szent István király a pécsváradi bencés apátságot. Ezek között a falak között élte le életét Asztrik apát, akit István azért küldött Rómába, hogy a pápától koronát kérjen. A várkápolnában találjuk az ország legrégebbi 11. századi freskóját. Úgy tartják, hogy a pécsváradi apátnál Gellért is vendégeskedett, aki erre utazott keresztül a Szentföld felé. A monostor kápolnájában Szent László emeltetett oltárt, és az apátságban talált menedékre Vak Béla is. Azt beszélik, hogy az épület falánál állt egy hatalmas gesztenyefa. Ez alatt hosszú órákat üldögélt a vakherceg, mert nem vehetett részt a többi ifjúval a lovagi tornán. Jó időben kikísértette magát egy közeli forráshoz is, amit azóta is Béla kútjának nevez a népnyelv. A 18. században Mária Terézia rendelete alapján a monostor uradalommá alakult. Innen irányították a nagybirtokokat, és ide tartoztak a szénbányák is. Éppen ezért Széchenyi István a dunai gőzhajózás nagy pártfogójaként szintén járt az épületben, hogy felmérje a hajózáshoz szükséges szénkészletet. Sok helyen hallunk legendákat titkos alagutakról, de Pécsvárad esetében ilyen tényleg létezik. Az altemplomhoz vezető folyosó végén volt egy vasajtó. Ez nyílt arra a kanyargós járatra, ami a zengő tetején lévő Bagolyvárhoz vezetett. Az alagút hosszú ideig sokaknak szolgált búvóhelyül. Utoljára a 48-as szabadságharc idején rejtőzött el benne 5 honvéd tiszta császár emberei elől. Föld alatti folyosókat, egész pontosan pincerrendszereket a közeli villány alatt is bőven találunk. A borvidék jelképévé vált ördögszántotta hegy a Szársomjó körül rengeteg íz, zamat, szín és történet várja a látogatót. De ezek a pincék, szőlők, hegyek, ez a semmihez sem hasonlítható vidék rengeteg titkot is rejt, melyek innen madártávlatból nem maradhatnak rejtve előttünk. A szünet után villányban folytatjuk a repülést, maradjanak velünk!
A magyar borvidékek egyik mekkája a tüzes, rubinszerű borairól híres Villány. A borvidék falvai közt végeláthatatlan sorokban termesztik a szőlőt. Kupolás templomtornyával messziről integet Palkonya, ezt a Villány kövesdi pincesort pedig gyakran Villánnyal keverik össze. Az ördög szántottának mondott Szársomjó hegy lábánál különleges szobraival köszönt minket Nagy Harsány. Mielőtt azonban rálépnénk a történelmi és néphagyományokkal, hiedelmekkel, szakértelemmel, finom borokkal és modern borzselével kikövezett borútra, vesszünk még el egy kicsit a gyönyörű mecsekben. Ha most az időben is képesek lennénk repülni, bizony nagy út állna előttünk. Orfűn ugyanis már időszámításunk előtt is látnánk itt embereket. Erdőlakókat, kóborlókat, vadászókat, gyűjtögetőket. A római útvonalak is itt futottak később keresztül, ami többek között az Orfűi tó mesélt el azzal, hogy római pénzérméket mosott ki medréből az egyik hegyi forrásvize. Orfű gyönyörű vidékét a tavak, patakok, erdők és a hegyek határozzák meg. Egy helyi legenda elmeséli, honnét érkezik a sok víz. Az Orfűi Balázshegy oldalában áll egy szikla. Ennek a tövében, az áthatolhatatlan erdőben a fák alatt ered egy kicsi forrás, ami néha kiszárad, máskor pedig bőségesen csordogál. A helyiek szerint egy nyájakat és pásztorokat rémizgető, hétfejű sárkány élt Orfű környékén. Egyszer, amikor a sárkány éppen befejezte az aznapi ijeszgetést és visszabújt a barlangjába, óriási vihar tört ki, még a mecsek sziklái is beleremegtek. Egy hatalmas sziklatömb meg is indult, és egyenesen a sárkány odújának bejárata előtt állt meg. A sárkány erőlködött, hogy eltolja a sziklát. A föld kérge a szikla körül megrepett, és a víz több helyen hangos zuhogással tört elő a talajból. Amikor a sárkány a nagy munkában elfáradt és kimerültségében lerakta a követ, a forrás vize is elapadt. De nem adja fel soha. Azóta is, ha kipiheni magát, újult erővel feszítgeti ismét a sziklát, de újra és újra csupán annyit ér el vele, hogy a patak vize megint folyni kezd. Az Orfűt Abaligettel összekötő út mentén álló hármas kereszt története már kevésbé mesebeli. Már régóta csak egy kereszt magasodik ezen a helyen, az itteniek mégis megőrizték a hármas kereszt elnevezést. A név valószínűleg onnan ered, hogy egykor egy kálvária stációi sorakoztak itt, melyeket egy Mattenheim József nevű molnár állíttatott. Ennek a szegény molnárnak 15 gyermeke született, de legnagyobb tragédiájára egy sem maradt közülük életben. Már a 8. temette el, amikor fogadalomból kálváriát épített Orfű közelében, de a tragédiáknak nem lett vége. Azt mondják, a török időkben támadástól tartó falvak lakói is ezt a helyet választották, hogy egymásnak üzenjenek. Ez a szegény molnár lehet, hogy épp abban a malomban dolgozott, aminek súlyos kerekét a mai napig is mozgásban tartja az itt csordogáló víz. Azt gondolhatnánk, hogy a malmok itt mind azért épültek, hogy a sárkány fakasztotta forrás erejét kihasználják. Ám a két régi örlő szerkezet közül az egyik száraz malom. Az egykor lóval hajtott járgánykerék közel 200 éves. Ma már mozdulatlanul idézi fel az elmúlt idők örlési technológiáját. A Mekényesről áttelepített szerkezetben gabona örlésén kívül olajat is préseltek. Az eredeti helyén álló Nichinger malom kerekét ma újra munkára bírja a víz. A több száz évig szolgált kerekek ismét forognak. Parancsukra a hengerek szorgalmasan zúzzák a szemeket. A sziták rostáin táncot járnak a durvára őrölt szemek. A csövekben lelkesen szalad a finom szemcséjű örlemény. A zsákok pedig dagadnak a lisztől, csak úgy, mint régen. Orfűn nem csak a malomkerekét hajtja forrás, a három tóból álló mesterséges tórendszert is a vízfő forrás bő karsztvize tölti fel. Az Orfűi tó, a Pécsi tó, a Hermanottó tó és a Kovács Szénájai tó 5 kilométeres együttese kálcium-hidrogénkarbonátos vízű, vízszintje pedig 70 méterrel magasabban van a Balatonnál.
A fürdőzés és a vízisportok mellett a tavak sporthorgászatra is csábítanak. Éppen ezért itt rendezik meg az egyetlen olyan magyar könnyűzenei fesztivált minden év júniusában, ahol horgászni is lehet. Ez a Fishing on Orfi. Orfű kicsike kápolnáját a római birodalom idején Szaváriában, azaz Szombathelyen született legendás püspökről, Szent Mártonról nevezték el. Ő a szerénységéről és a hozzá kötődő Márton napi libahagyományról híres. A monda szerint Márton nem tartotta magát méltónak arra, hogy püspökké nevezzék ki, ezért egy libaolban bújt el. A madarak gágogása azonban hamar elárulta, így megtalálták, és végül Túr püspökévé szentelték fel. Orfűtől 5 kilométerre találjuk a Csepkő barlangról híres Abaligetet, amit az Aba nemzetség alapított a 11. században. Az Abaligeti barlangot, más néven a Paplikát, a már korábban emlegetett orfűi molnár Mattheim József fedezte fel a 18. században. Légzőszervi betegségekben szenvedőknek ajánlják, és azoknak, akik félnek a denevérektől. A gyönyörű Csepkőbarlang mellett az Abaligeti Denevér Múzeumban is találkozhatunk a sokak által ijesztőnek tartott bőregerekkel. A néphagyományban a mai napig is élő denevéres rémtörténetekkel kevésbé, a denevér kutatás eszközeivel és az állatok életvitelével annál inkább megismerkedhetünk itt. Ezekben az erdőkben, ezek között a fák között is több száz védett denevér indul vadászni, ha leszáll az éjszaka. A török veszedelem nem csak Pécset és a nagyobb városokat érintette, Abaligetet is elérte. A félelmetes oszmánok elől az abaligetiek a falu határában lévő barlangba menekültek. Azonban szégyen szemre akadt közöttük egy áruló, aki jó pénzért hajlandó volt feladni társait a töröknek. Az ellenséges csapatok hatalmas tüzet raktak a barlang bejárata előtt, arra számítottak, hogy majd jól kifüstölik a magyarokat. Az abaligetiek eszén azonban nem volt könnyű túljárni. Megfigyelték, hogy a füst a barlangon belül egy bizonyos irányba száll, ezt követve a hegy túloldalán egy titkos kijáratra leltek. Nesztelenül visszaosontak a barlang bejáratához, és megbosszulták a támadást, rajta ütöttek a törökön. Az ellenség fele ott maradt az ütközetben, a maradék pedig befutott a barlangba, és megfulladt a füsttől. A Pécs-Abaliget útvonal folytatásánál található egy nagy mesékkel rendelkező kisközség, Husztót. A hajdani husztótiak között szájról szájra szállt a mese, amely mindenféle nyelvtani kutatás nélkül magyarázatot ad a település elnevezésére. A legenda szerint egyszer volt, hol nem volt, történt egyszer, hogy itt járt Mátyás király személyesen. Amikor az úton keresztül haladva a kocsija elsüllyedt a sárban, a segédkezők közül az egyik embernek azt mondta, hogy húzd, a másiknak meg azt, hogy tódd. Ezért lett a falu neve Husztót. A nyugati mecsek legmagasabb csúcsára, a 602 méteres Jakab-hegyre még a husztótiak sem tudták volna felhúzni Mátyás királyt. A hegy kialakulása a földtörténeti ókorra, vagyis több száz millió évvel ezelőttre tehető. Felszínén a vörös homokkő és a gejzír kitörések miatt cementálódott kőzet keveredik. Ebből az alapanyagból faragott a víz és a szél, mesebeli szirteket és kőtornyokat. Babás szerkövek néven ismerjük őket. A Jakab-hegyen és a közelben végzett mérések nyomán indult el az uránérc bányászat Magyarországon. A központ a Jakab-hegy lábánál húzódó kővágó szőlős lett. Az irányítást a pécsi uránérc bányavállalat végezte. Amikor az 1940-es évek végén megvizsgálták a gránitból származó, a mérések kimutatták, hogy a kővágó szőlősi úgynevezett permi vörös homokkő magas sugárzási értéket mutat.
Az 50-es években meg is nyitották az uránbányát. A termelés növelése miatt egyre mélyebbre hatoltak. Az uránbányában volt Magyarország ember által is bejárható legmélyebb pontja 1150 méterrel a felszín alatt. A hőmérséklet elviselhetetlenül magas, 53 Celsius fokos ebben a mélységben. A homokkő szilícium tartalmú pora és a levegőben felszabaduló radongázok szilikózist, vagyis súlyos tüdőbetegséget okozhattak. Az egészségtelen munkakörülmények miatt jól fizetett az uránbánya. Az itt dolgozóknak Pécs nyugati részén külön városrészt építettek, Uránváros néven. A terület valóban egy különálló kis város szolgáltatásait biztosította. Három középiskola, színházak, futballstadion, jégpálya és egy teniszkomplexum is működött itt. Egy úgynevezett házgyár, vagyis panelüzem gyártotta az akkor modernnek számító lakótömbök elemeit. A közeli szénmosó salakanyagát is felhasználták építőanyagként. Bár Uránváros pezsgő kulturális élete a lakosok figyelmét elterelte a munkáról, az uránbányászatot övező titkolózások és titkosítások miatt sok hiedelem forgott a köztudatban. A termelés az 1980-as évek végén indult hanyatlásnak, és a bánya üzemeket 1997-ben végleg bezárták. Ezt követően megkezdték a rekultivációs és helyreállítási munkákat. A Villányi-hegység legmagasabb tömbjét, a Villányi borvidék jelképévé vált Szársomlyót mindenki csak ördög szántotta hegyként emlegeti a környéken. Ahogy mondják, a Harsányi-hegy lábánál egy Harka nevű gyönyörű lány élt özvegy édesanyjával. Ez a lány olyan szép volt, hogy maga az ördög is megkívánta és feleségül akarta venni. Az asszony nem mert szembeszállni az ördöggel, ezért teljesíthetetlen feladat elé állította a gonosz kérőt. Ha egyetlen éjszaka alatt Kakasszúig felszántja a falu feletti kőhegyet, nem áll a Frigy útjába. Az ördög nem ismert lehetetlent. Befogott hát az ekébe 12 fekete macskát, és amint megszólalt az esti harang, szántani kezdett. Az öregasszony tartott az ördög elszántságától, nem is alaptalanul. Amikor megleste, hogy áll a feladattal, látta, hogy az udvarló majdnem az egész hegyet felszántotta már. Eszébe jutott ekkor a kitétel, és maga kezdett el kukorékolni. Erre azonnal felriadt az összes kakas, és mind égtelen rikoltozásba kezdett. Az ördög mérhetetlen haragra gerjedt, hogy nem lett övé a világ szép lány. Mérgében elhajította az ekéjét, abból lett a Beremendi hegy. Kirázta a földet a csizmáiból, így született meg a Göntér és a Siklósi hegy. Aztán szökelt egy nagyot, és elbújt a földbe. Ahol eltűnt, ott kénes víz tört elő, amit ma is úgy hívnak Harkány. A felszántott hegy szikláin pedig még most is látni a 12 macska körmének kaparását. Ez a Szársomlyó. A Szársomlyó fokozottan védett hegy. Nevében a szár kopaszt jelent, a somjó pedig a somtermő területre utal. Védettségét mégis azzal érdemelte ki Magyarországon az elsők között, hogy itt nő a fehér virágú magyar kikerics, a virág, ami a Villányi borút jelképe lett. A hegyet természetesen nem szántotta fel az ördög, hanem az évmilliók során feldarabolódott mészkőlapok elcsúsztak egymáson, és kissé oldalra billentek. Ez látszik a lejtőn. A Szársomlyó tövében, Nagyharsánynál különleges hangulatú szobrok köszöntik az erre járót. A hegy elhagyatott kőbányájába a 60-as évek végén érkeztek először azok a művészek, akik valami másra vágytak, mint amit a korabeli köztéri szobrászat megengedett. Kísérleteztek. Magyarországon ekkor még ritkaság számba ment, hogy művésztelepet hozzanak létre, mint ahogyan azt nyugati mintára megtették a Szársomlyóhoz közeli Gyimóti villában. A bányakatlan sziklafalai díszletként tornyosultak a kőfaragványok mögött. A szobroknak ebbe a környezetbe kellett és kell illeszkedniük. Az alkotók legtöbbször a helyszínen adtak formát a hatalmas kődaraboknak az arra járó turisták legnagyobb örömére. A 90-es évektől új eszme járta át a kőbánya alkotóterét.
A szobrokat a ledöntött politikai emlékművek helyére akció keretében több város számára készültek itt köztéri szobrok. Magánkezdeményezésre megalakult a képzőművészeti mesteriskola, ami már a Pécsi Tudományegyetem oktatás rendszerének része. A nagyharsányi szoborparkba érkezők, legyen szó szobrászokról vagy turistákról, biztosan mindannyian kóstoltak és kóstolnak a Borvidék valamelyik finom borából. A villányi, korábban villány-siklósi Borvidék tüzes vörösborait villány, fehérborait pedig inkább siklós tölti a szomjazók poharába, és útra valóul a demizsonokba, palackokba. A meleg, napos idő, a száraz nyár, a mészkűre rárakódott vörös agyag, no meg a barna erdőtalajjal keveredő lösz együttese adja azt az utánozhatatlan zamatot, amit a villányi Borvidék hordói érlelnek incsiklandó nedűvé. De a villányi bort a 18. században ide települt szorgalmas sváboknak is megköszönhetjük. Ők alakították ki a pincéket ezen a borvidéken, és ők hozták magukkal a kék oportót is. A Borvidék különlegességét a finom borokon kívül a településeken, máskor a dűlőkben kiépített fehérre meszelt, de sárga és egyéb pasztel színű falakkal ékesített pincesorok adják. Szüret idején nem csak a szőlőkben folyik lázas munka, a présházaknál lázasan mossák a hordókat és izgatottan fogadják a szőlőt. A sváb pincék földfeletti részében mindig a házrészbe lép be a vendég, míg a szőlő feldolgozásának helye a földbe süllyesztett egylyukú pincerész, ami sokszor a felhajtható padlóajtón keresztül közelíthető meg. A hordók is itt várják az erjedés előtt álló feldolgozott szőlőt, hogy gyomruk hónapokig ölelje át azt a szőlőlevet, ami borrá érik a pincék mélyén. A 200 éves villányi történelmi pince soron a pincék sorban egymás után, szorosan egymás mellett és egymásra építve kínálják a bort. Üvegből, pohárból, hordóból, lopóval vagy kancsóval. A borvidéki ember is úgy ide gyökerezett, mint a szőlő. Mélyen. Így tartja a villányi mondás. Nem csoda, hogy a Vincenaphoz kapcsolódó hagyományok is a villány vidékéhez közeli drávaszögből terjedtek el az egész országban. A hagyomány tisztelő boros gazdák Szent Vincét a bor védőszentjének, névnapját pedig termés jósló ünnepnapnak tartják. Ahogy a gazdák mondják, a szőlővessző pálfordulóján, január végén metszett vincevesszők rügyezési hajlandóságából következtettek a szüret gazdagságára. A vesszőket ablakba tették, hogy kihajtsanak. Úgy tartották, ha sok rügy virít a vesszőn, akkor lesz bor bőséggel, ha nem, akkor üresek maradnak a poharak. Sok helyen annyira komolyan vették a vincenapi vesszőzést, hogy még papot is hívtak, aki Isten áldását kérte a tőkékre, mégpedig úgy, hogy az ültetvények sarkát borral vagy szentelt vízzel öntözte meg. A szület gazdagságát babonás rituálékkal is elősegítették. Kapáláskor bort ástak a földbe, máskor a szőlősorok végére hurkát, disznósajtot, gömböcöt kötöztek, hogy a fürtöket növekedésre ösztönözzék. Ha nem is ilyen formában, de sok esetben még ma is él a pincejárás hagyománya, amikor a borászok egyik pincéből a másikba járva kóstolják egymás borait, és áldomást mondanak, vagy épp énekelnek a jó termésért. Hogyha szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince. Vagyis, ha Vince napján süt a nap és olvad a hó, akkor jó bortermés ígérkezik, rossz idő esetén viszont gyenge születet jósolnak. Festők, fotósok és minden erre járó kedvence a fehérre meszelt, színes ajtós villánykövesdi présházsor. A pincefaluban az 57 egymáshoz szorosan tapadó házikó praktikus okokból épült így egymás mellé.
A bor tárolására használt gazdasági épületekhez ugyanis nincs szükség kertre, így még inkább ki tudták használni a helyet. A villánykövesdi présházak között találjuk a borvidék egyik legrégebbi pincéjét, a Battyányi pincét is. A föld alatti borkatedrálist a Battyányi család építette uradalmi pinceként, ehhez pedig francia, német és olasz templom építő mestereket hivatott. A gótikus ívek és a hatalmas tér olyan kiváló akusztikát hívott életre, hogy itt rendezik minden évben az európai bordalversenyt is. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a Villányi borvidéken egy kicsi falu, amit úgy hívtak Palkonya. Ezt a történetet csak így lehet kezdeni, mert az a kis falu valóban mesebeli. Madártávlatból látható csak igazán az egyutcás falucska sváb építészeti kultúrája és a domboldalt beborító 53 gyönyörű présház. A többségében műemléki védelmű épületek három halastó ölelésében veszik körbe a különleges, törökös beütésű, piros kupolás templomot. Úgy látszik, a Battyányiak építészei különös érzékkel bántak az akusztikával, hiszen csak úgy, mint a villánykövesdi pince, ez a templom is az ő nevükhöz fűződik, kialakítása miatt pedig ez a templom az európai bordal másik helyszíne. A bádok kupola egy kis madonna szobrot is őriz, amit a híres Blum borász család állítatott hálából, amikor fiúk a tanítványaival együtt egy Dunán felrobbantott hajóról épségben visszatért. A palkonyai szőlőhegy tetején kis kápolna áll, ami Szent Bertalan nevét viseli. 2007-ben épült, méghozzá csupa természetes anyagból, helyi terméskőből, kézivetésű téglából, méviasz falszigeteléssel, égetett agyagcserépfedéssel, mészhabarcs vakolattal. Különlegessége, hogy az épület helyének és tengelyének kitűzésére egy hagyományos középkori módszert alkalmaztak, a pálcás helymeghatározást. Az építésnél azt vették figyelembe, hogy a kápolnát augusztus 24-ére Szent Bertalan napjára tájolják. Ezen a napon a felkelő nap fénye épp úgy vetül, hogy a sugarak megvilágítják a szentélyt, és benne pontosan Szent Bertalan képére mutatnak. A Villányi hegységtől délre találunk még egy színes történelemmel, finom borral és régi hagyományokkal rendelkező várost, Siklóst. A vár erődjének első falát még a 13. században rakták le. Első birtokosaitól, a Suklósiaktól Zsigmond király kobozta el, így került uralkodói kézbe, többek között Mátyás király ajándékaként Korvin Jánoshoz is. Sokáig a vár falai között élt Kanizsai Dorottya. A főúrnő születésének és halálának körülményeiről semmit sem tudunk, életéről viszont annál többet. Az 1500-as évek elején iskola híján a lányoknak nem volt lehetőségük tanulni, csak akkor a főúri családhoz adták őket. Kanizsai Dorottyánál a lányok nem csak a korabeli tudnivalókat sajátították el, hanem emberségből és helytállásból is kiművelte őket a tanoda. Szulejmán szultán serege 1543-ban foglalt el Siklós várát, és innentől kezdve 150 évig egy tapottat sem mozdult, sőt, fontos katonai támaszpontként használták Siklóst. A vár falai között forgatták 1963-ban a 13 részes magyar tévéfilm sorozatot a Tenkes kapitányát, amiből később két részes film is készült. A sorozat a Rákóczi szabadságharc idejében meséli el a dél-baranyai kurucok történetét, akik a Villányi hegységben megbújó Tenkes hegyi pincékben felvert tanyájukról indulnak a labancok elleni partjákra, végül pedig sikeresen el is foglalják a siklósi várat. A török elnyomás idejében épül fel a városban Malkocs Bej dzsámija is. Az épület a délszláv háború óta működik ismét eredeti rendeltetésének megfelelően. Muzulmán bosnyák menekültek tartják benne Isten tiszteleteiket.
A dzsámi berendezését a török állam néprajzi múzeumából kapott tárgyak díszítik. Érdekessége, hogy a siklósiak nem is tudtak a dzsámi létezéséről, hiszen a török uralom után egyszerűen beépítették egy lakóházba, így a dzsámi gyakorlatilag eltűnt. A felújítás azonban olyan jól sikerült, hogy a dzsámi elnyerte az Európa Nostra díjat. Siklóshoz tartozik a csodás történeteket jegyző, hatalmas, erődszerű templomáról ismert Mária gyűd. A híres búcsújáróhegy kegytemplománál találjuk azt a szent kutat, amelynek vizétől sok beteg ember dobta el mankóját, és hagyta gyógyulása emlékéül azt a templomban. A vizet a gyűdi korsókban haza is vitték az ide látogató zarándokok. Mária gyűdön minden Mária napkor és az összes katolikus ünnepen évente legalább 25-27 alkalommal búcsút tartanak. Az ide látogató zarándokok számát évente 500 ezerre becsülik. A római birodalom idején az a domb, ahol ma a templom áll, természetes pihenőhelye volt az errejáróknak. Később is sokan megfordultak itt. Hunok, avarok, szlávok, utóbbiak pedig Szűz Mária kegyhelyet építettek. Valószínűleg az innen származó Mária szobrot találták meg 1006-ban a pécsváradi bencés szerzetesek, amikor Szent István rájuk bízta a vidéket. A szobor köré a bencések kápolnát emeltek, második Géza pedig 150 évvel később megépítette az első templomot. Az eredeti Mária szobor épségben megúszta a tatárjárást, a török hódoltság idején azonban nyoma veszett. A Rákóczi szabadságharc alatt vitték el Mária gyűdről Eszékre, nehogy a harcok kárt tegyenek benne. Az 1711-es szatmári béke után a gyűdiek szerették volna visszakapni a szobrot, de sajnos hiába. Mária gyűd a török időben többi társához hasonló sorsra jutott, amikor pedig újra magyar kézre került, elsőként a görögkeletiek, majd a kálvinisták használták. A katolikus egyház egy különös eseménysorozat után kapta vissza a templomot. A 17. századi feljegyzések szerint Szűz Mária a templom ablakában jelent meg hatalmas fényességben egy Tamás nevű katolikus gazdának, majd Mátyás siklósi ispánnak. Ezután történt, hogy a szigetvári gróf parancsba adta, a templomot adják vissza a katolikusoknak. Ez csak egy csoda azon a környéken, amit Pécs, a mecsek és a villányi borvidék rejt. Ezeket a csodákat észre kell venni, hogy meglássuk a szársomjút kaparó macskákat és a mecsekben szaladgáló dinoszauruszokat. Így élednek ünneplő násznéppé a Jakab-hegy babás szerkövei, és így elevenedhet meg előttünk a hatalmas sárkány, aki a forrásvizét irányítja. Csak ezekre a csodákra figyelve hallhatjuk meg a müezzin énekét, és láthatjuk meg a kerengő dervisek táncát. Így mesél el más és más történetet minden egyes zsolnai cserép, de még a pécsi sör, pezsgő vagy bor is egészen máshogy esik, ha már tudjuk, hol keressük a titkokat. Mi már megmutattuk. Madártávlatból.